Krisztusban, kedves testvéreim, pünkösd oly végtelenül gazdag, hogy az emberi szellem elfárad, nem tudja követni. Igazán pünkösd a számunkra a föltámadás napja. Hiába támadt volna fel a mi Urunk Jézus, ha nem tudjuk, hogy ki ő. Sokat használt nekünk Lázár föltámasztása. Ismét meg kellett halnia. S ha az Úr dicsőséges testben is támad föl, de nem tudjuk azt, hogy ő az élő Isten fia, akkor még mindig bűneinkben vagyunk. Ugyanaz a Szentlélek, aki Jézus testét a sírban átalakította a dicsőséges testé, ő támasztja a hitet bennünk. Az nem kisebb mű, és ez pünkösd napja. Pünkösd napja az igazi nagypéntek és Jézus szíve napja. Mert pünkösd nélkül egy ártatlan zsidó próféta kivégzésére lenne szó. És mit érdekel minket? Legalább, mint nemzeti hőst megünnepelhetnék. De mit segített volna rajtunk, ha nem az Isten fia hal meg a fán? Ma tudtuk meg, hogy ki ő. És amikor a katona lándzsája megnyitja oldalát, és vér és víz folyik ki abból, akkor tudjuk, és a lelkét, amikor kilehelte, hogy most valósul meg igazában, amit megígért Izrael házának az Úr, kiárasztom Izrael házára, sőt minden testre, az irgalom és a bocsánat lelkét. Pünkös láng örvényeiből szabad csak felnézni a keresztre, anélkül semmi, legfeljebb díszlet, egy gnosztikus elmélkedéshez alkalmas pont, vagy valami, ami az emberi történelemben szép volt, de csúnyán végződött. Tragédia. Igazában ez a karácsony napja. Nem a stillenaktos, csillagfényes karácsony. Most tudtuk meg, hogy ki született ott Betlehembe. Hogy amikor felsírt, hogy megteljen a kis tüdeje levegővel, és amikor édesanyja keblénből a tejet itta, akkor ez a hatalmas, fönséges és teremtő Isten. Enélkül karácsony csak karácsonyi rege. Mítosz. Az emberiség egy álma, amely fölébredés után annál keserűbb minden. És ez az advent, amely azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, Adventus Domini, ahogy megígérte, hogy ismét eljövök nagy hatalommal és fenséggel, még az idők vége előtt, pünköskor jött el Jézus, de már nem előttünk jár, hanem bennünk akar élni. És ez a holtak, ez az emberiség megítélésének a napja. Hiszen amikor eljön a Szentlélek, rábizonyítja a világra a bűnt, és pünkösd könnyekben kezdődött, nem újjongásban. Akik hallották Péter beszédjét, megrendültek, és azt kérdezték, testvérek, mit tegyünk? Tartsatok bűnbánatot. A sírás napja, az újjászületés napja. Igen, és ez a holtak feltámadásának a napja, hiszen most kezdtek keresztelni, és megkeresztelni valakit nem azt jelenti, hogy bevesszük egy vallásba, hanem a Szentlélek kiárad a személyisége legmélyébe, és megkezdődik benne a romolhatatlan élet. Most kezd az egyház misézni, ez az oltári szentség napja. Ezután a végtelen gazdagság után csak a szürke napok jöjjenek, Uram, mert nem lehet megmaradni ebben a fényözönben, ebben a káprázatos, isteni gyönyörűségben. De add, hogy pünkösből táplálkozva életünk lassan átalakuljon, hiszen pünkösd adja vissza emberi életünknek az igazi értelmét, ízét és örömét. Amen.